Arról van szó, hogy a világ az a fejünkben létezik csak, és valójában csak 22 jel, ilyen rezgő jelek ezek képzik a világot, és ez a szívünkből indul el. Úgy kell elképzelni, hogy ha valamit ugye megtervez az ember, akkor előre látja már azt, nem azt mondja, hogy csinálok egy asztalt, és akkor egyik lábát megcsinálom, hogy pedig csak egy palántát szedek ki a földből, hanem egy fának egy darabját veszem, de az egész asztalt a fejembe megcsinálom. Most, hogyha ez az egész világ, úgy képzeljük, hogy csak egy képzet, egy elképzelés, ami viszont az érzelmeink által színeződik ki. Így kell elképzelni, és ebben ezek a számbetűjelek az irányítóak, amikből aztán összeraktak ilyen szövegeket, és amiből a különböző szent könyvek ebből állnak. Most azt hiszem, hogy az a probléma manapság az emberekkel, mondjuk egy pár ezer éve, hogy úgy érzik, hogy nincs értelme az életüknek. És valóban, ha belegondolsz, azt veszed észre, hogy idő után az, hogy pénz, meg még hatalom, meg még egy autó, meg még egy ház, meg még egy feleség, meg még tudás, még kapni akarok ezt is, azt is, amazt is, ez egy idő után elveszti az érdekességét. Ezt hívják úgy, hogy ez az e-világ, az ego pont, az egónak a pontja, az Egyiptom. És ebből valahogy ki akarunk menekülni mindannyian, és hova mehetnénk, ezt az egót át kell világítanunk az ésszel. Ahogy az ész ráél és átszűri, vagy egy szűrő, ami hogyha átjutsz, akkor észleled, hogy tulajdonképpen tényleg, ha egy plusz szeretetet kialakítasz a szívedbe, akkor egy egészen sötét nap is gyönyörű lesz. Tehát tulajdonképpen mi teremtjük a világot. Ehhez azt kell elfogadni, hogy az én egyéniségem az jelentéktelen és mellékes. Viszont az összes emberben van ez a vágy, hogy ne legyen értelmetlen az élete, hanem hogy az ész ráéljen. És ez a közös emberi lény az, amelyik igazából mindent mozgat, mondjuk így felülről, az önzetlenség birodalma, ahol nincs, nem tud önzés lenni, mert nincsen különálló egyed, egyéniség. Ez csak itt lenne az önzés, az egópont világában van egyén, vagy lehetne úgy is mondani, hogy egyénpont vagy. Tulajdonképpen ezt meg is kéne kérdezni a lakosoktól, hogy egópontnak vagy egyén pontnak nevezzük ezt az Egyiptomot, ami le van írva a szövegbe. Az eredeti szövegben is ilyen szójáték van. Még amint, hogy az Izrael is az eredeti szövegben is egy szójáték. Az Izrael, azt jelenti, hogy az élet íze ráél. És ez egy megvilágítást ad, hogy ezt felfogod, ezt a kettőséget. De egyrészt azt, hogy nincs világ, másrészt azt, hogy nem vagy te, mint egyén. Ez a két feltétel van. Ez különben az európai filozófiában Schopenhauernál és aztán Freudnál. Vegyük úgy, hogy ez nincs. És mi az, amit én teremtek? Hiszen ami van, az mind létből lét, tehát már meglévő atomból lesz molekula, és abból egy élőlény. Az egyszerűen nem a teremtés birodalma. A teremtés az ember számára adott csak. Mert szavak kellenek hozzá, és az egyetlen szabadságod az, hogy a véleményedet meg tud változtatni. És a véleményváltoztatást az segít ez a káblabla néven, ez a kiállítás elnevezése, az alcím az egópont és észrájel között. Amit kabbalának és megkapásnak, elfogadásnak neveznek, ami a szufiknál és a zenben és a többi, minden vallásban van egy ilyen belső út, egy ilyen lélektani magyarázat a világra, amiben az az alapfeltételezés, hogy az érzelmek léteznek csak. Egy nagyon erős kapni akarás található mindenben, és te akkor tudod a szabadságodat gyakorolni, hogy ebből az egópontból ki akarsz jönni, és valaki másnak a kedvéért csinálsz valamit. A művészetnek, ugye már Kandinsky is megmondta, az a lényege, hogy az az ember, aki valamit adni akar a többieknek, az nyilvánvalóan ebből a plusz teremtésből, ebből a plusz szeretetből, a világ iránt, vagy a teremtő iránt. Ez a teremtő, ez benne van a szívben. Tehát az eredeti szövegben úgy hívják, hogy jó hív, ez a szeretetnek az arámi neve.
És magát a teremtő úgy hívják, ugye, hogy jó hívó, aki a, vagy jövőnek is lehet fordítani, magyarul lehet csak ezt mondani különben, ezért különleges ez a nyelv, kár, hogy nem tudják. Tehát a jó hívót jó hívvel, hogyha így hát behívod az életedbe, akkor te egy jó adó leszel. És ez a szellemi jó adóság, amit aztán a e világban a zsidó nép vett magára, akit, mivel ezt eltitkolják, ezt az alapigazságot, ezért persze haragszunk is rájuk. Mi, akik nem zsidók, nem jó adók vagyunk, mert hát ők sem mindig jó adók. Tehát ezek jogos haragokról van szó. Szóval, de bárki lehet, bár mindenkiben a jó adó és az egópont közti, vagy az észre és az egóponti harc folyik. Ez a belső dzsihád. És ennek a szerkezetnek a hát vizuális megjelenései ezek a jelek, ugyanis ezek, mondom, egy ilyen világlény, egy ádám, aki ugye ád, tehát nem csak kap. Az ádám nevű világlénynek ez a ilyen mikrokozmosz jellegű bemutatása ez. És hát a betűk azok mindig testrészeknek felelnek meg, ezen a világ lényen, ami a közös akaratoknak a képzete. Ezen mondjuk hát lehet tudni, hogy a szem, a száj, a mell, a hátsó, a karok, a lábak, ezek mindegyik ilyen archetipikusan az adáskapásnak valamilyen arányát jelenti. Tehát mondjuk a köldökig tart az, ameddig a... Hogyha tudod, mindig az van, hogy valamennyit vissza kell utasítani, hogyha jön hozzád egy nagy fény, vagy egy nagy adás akar lenni, mondjuk nyersz a lotton 5 milliót, akkor azt kell mondani a szerencsejáték RT-nek, hogy bocsánat, de én csak a felét kérem, a felét az ország el a szegények között. Hogyha ezt az adás, az ádám attitűdjét, ezt magadra kötelezőnek megcsinálod, hogy mindig más legyen fontosabb, mint te, igazából 51%-ot kellene szétosztani a nyereményből, bármilyen kapásból, annyit másoknak kell megosztásra. Hát ebből lesz a művészet. Tehát ezt mondtam, amit mondta, visszatérek oda, amit a Kandinsky mond, hogy a művészetnek ez az adás vágya, és a világ az elfogadása és tovább és átadása, ez az, amivel te a mindennapoknak ebből a sötét és hazug és kellemetlenségek csapdáival telerakott, hát egy ilyen, nem is tudom, ilyen próbautakból fölé tudsz emelkedni, kijössz az egóból. Tehát itten megszűnik az, hogy te egy ilyen állati robot vagy, és mindig csak az édes keserű, hogy még nyerni akarok, ebből kilépsz, és azt mondod, hogy mi az igaz és mi a hamis. És hát az igaz az, amit nem látunk, az a jövő, amit jó hevezni kell, tehát jó hívvel kell csinálni az életet, és akkor ez azt jelenti, hogy nem az e világba kell most változtatni, és én nekem akkor, mit tudom én, elajándékozni a képeimet ahelyett, hogy eladnám, nem. Semmilyen evilági változásra nincs szükség, mert az evilág az érzelmének a következménye. Tehát minden, ami történik, az valamelyik embernek az önző érzéseinek a kifejeződése. Mert mindannyian ebben vagyunk, közösen vagyunk ebben. Az egyed, akit látsz, az csak egy ilyen maszk. Persze az egyedisége az különlegesnek érve, feladatai vannak, de mindenkinek egyedi módon kell ezt a jó adást megtalálni az életében, hogy hogyan tudja a másikat ráébreszteni arra, hogy ez csak egy álom. És ezeket mind halljuk külön-külön, halljuk Shakespeare-be, halljuk Goethe-be, halljuk akár Platón-ba, meg csomó nagy ember elmond részleteket ebből, hogy az élet az álom, Cervantes, vagy nem is tudom. De hogyha összerakod ezeket az elemeket, hogy egyrészt álom ugyan, másrészt viszont benne ebből a halott álmodó rész énből, ebből az egópontból, ha kilépsz, akkor feltámadsz. És akkor ezek a különböző vallásbeli figurák, a Józus Késztős, meg az Ádám, meg mit tudom én, ezek mind valóban az energiájukat odaadják neked.
Hát szóval erről szól ez a kiállítás, én remélem, hogy jól fogunk szórakozni a kérdés látogatók.